Magyarország megkaphatja az uniós források egy részét, szerdán bejelentheti Brüsszel mintegy 10 milliárd euró felszabadítását a korábban befagyasztott pénzekből. A Politico nem örül, hogy hazánk hozzájuthat a neki jogosan járó uniós pénzek egy részéhez. A magyar kormányfőt Putyin barátjának nevezi a lap, miközben egy másik cikkben elismeri, hogy az Oroszország elleni szankciók nem működnek. Tita. Ezzel menjünk tovább. Halkó Petrát köszöntöm a stúdióban, a 21. század intézet vezető elemzőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Pont egy éve fagyasztotta be az Európai Bizottság ezeket a bizonyos Magyarországnak járó pénzeket, ugye 22 milliárd euróról van szó, és az a hír jött ki a sajtóban, hogy holnap döntés születhet ebben az ügyben, és 10 milliárd euró felszabadulhat. Ez milyen forrás? Honnan jönnek ezek a pénzek? Ugye a Politico az, amelynek a reggeli híranyagában jelent meg ez a hír, ráadásul nem túl negatív visszhanggal az ő részükről. Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság azokat a jogosan Magyarországnak járó uniós forrásoknak egy részét, valóban a 22 milliárd euróból 10 milliárd eurót felszabadíthat Magyarország részére. Itt fontos kiemelnünk azt is, hogy itt tulajdonképpen igazságügyi reformokhoz kötötték ezeket az uniós forrásokat, holott ezek olyan uniós források, amelyek a kohéziós alapból, az uniós alapszerződések alapján járnának Magyarország részére. Mindennek ellenére Magyarország teljesítette azokat a kéréseket, amelyeket a reformok keretében az Európai Bizottság támasztott Magyarországgal szembe, és ennek következtében született egy olyan döntés az Európai Bizottság részéről, amelynek következtében megkaphatja Magyarország ezeknek a forrásoknak ezt a részét. Amennyiben pozitív döntés születik a holnapi napon, akkor utána mi lesz a menetrend? Tehát mennyi idő, amíg mondjuk megnyomják az utalásgombot Brüsszelben, ezt most így nagyon leegyszerűsítettem, de hogy tulajdonképpen ez itt a lényeg. Én azért nem ugranék még ennyire előre, mert meg kell várjuk, hogy megszülessen valóban ez a döntés, legfőképpen abból adódóan is, hogy önmagában az Európai Bizottság az uniós forrásoknak a visszatartására vonatkozó döntését is tulajdonképpen önkényes alapon hozta meg. Ilyen értelemben pedig most kiindulhatunk feketén-fehéren azokból a jogszabályokból, belső eljárásrendekből, amelyek meg kellett volna, hogy előzzenek ehhez hasonló döntéseket. Ebből adódóan én nem vonnék le nagyon konkrét következtetéseket arra vonatkozó, hogy mikor érkezhetnek meg ténylegesen ezek a források, de az valóban egy pozitívan értékelhető hír, hogy egyáltalán már gondolati szinten ilyen hírek jelennek meg a nemzetközi sajtóban, mindannak ellenére, hogy ilyen negatív kontextust adtak a Politico részéről. Ugye a bizottságnak, ahogy el is hangzott, a jogállamisággal és az igazságszolgáltatással voltak problémái, és különböző kéréseket fogalmaztak, meg feltételeket támasztottak, ugye volt ez a 27 szupermérföldkő, és Magyarország igyekezett megfelelni, megválaszolni a kérdéseket, teljesíteni a kéréseket, elfogadni a kért törvényjavaslatokat, törvénymódosításokat, de valahogy nagyon rögösnek tűnt ez az út. Tehát, hogy mindig újabb és újabb kérések érkeztek, újabb és újabb hiányzó dolgokat kellett itt helyre tenni, és amikor valamit Magyarország teljesített, akkor valahogy mindig előkerült még valami, ami még mindig nem tetszett a bizottságnak. Mi volt ennek az oka? Hát pontosan ezért is fogalmaztam, úgyhogy nem feltétlen vonnék le következtetéseket arra vonatkozóan, hogy a hír alapján valóban mikor érkezhetnek meg ezek az uniós források, mert már nem csak Magyarország, de mondjuk Lengyelország esetében is láthattuk azt, hogy az egyik nap állított valamit az Európai Unió bizottsága, a másik nap viszont nem a szerint cselekedett. Tehát tulajdonképpen az Európai Unió. Egyszer alá is írtak már a lengyelek, és aztán mégse kaptak semmit. Így van, tehát azt is mondhatjuk, hogy az Európai Uniós intézményrendszerben egyszerűen rendszeridegenné vált az, hogy betartsák és betartassák a szabályokat a saját maguk irányába is. Tehát innentől kezdve nagyon nehezen tudunk következtetéseket levonni, de az nagyon fontos, hogy legalább az egyik fél, itt jelen esetben ugye Magyarország, igenis ragaszkodjon azokhoz az írott Európai Uniós alapszerződésekben vagy egyéb jogszabályokban rögzített eljárásokhoz és döntésekhez, amelyek megszabhatják annak a keretét, hogy egyáltalán hogyan juthat egy Európai Uniós tagállam az őt megillető forrásokhoz, mert ugye itt már sajnos az Origónál arról beszélhetünk, hogy itt pénzügyi zsarolásról van szó, tehát az uniós forrásokat, a kohéziós forrásokat politikai alapon tartották vissza Magyarország részéről, nem pedig az írott jog alapján, tehát felülírták az Európai Uniós alapszerződéseiket a saját intézményeik. Ugye itt ön is említette, hogy a Politico nem túl
hát hogy is mondjam, csak örömteli hangnemben adta hírül azt, hogy Magyarország megkaphatja egyébként a neki jogosan járó forrásokat, hiszen ezek nem ajándékpénzek. Mi lehet az oka, hogy a Politico ugye egy brüsszeli hírportál ilyen kontextusban adott hírt erről az információról? A Politico cikke alapján Magyarország orosz barátpolitikát folytat az orosz-ukrán háború kapcsán, és nem támogatja Ukrajnát különféle módon. Itt ugye ebből a hírből tulajdonképpen annyi igaz, hogy Magyarország az Európai Unió érdekeiben is, és a nemzeti érdekeiben is külön tárgyalást, egyeztetési folyamatokat szeretne látni, hatásvizsgálatokat, tanulmányokat szeretne látni arra vonatkozóan, hogy hogyan is folyosítjuk ezeket a forrásokat az Európai Unió részéről Ukrajna számára, mert jelen pillanatban az látható, hogy nem átláthatóak ezek a folyamatok, nem átlátható az, hogy mire és hogyan használja fel Ukrajna ezeket a forrásokat, és a háborút sem abba az irányba tereli sajnálatos módon, amely az Európai Uniós polgárok érdekében állna, azaz a béke irányába. Ezek azok a tulajdonképpen szempontrendszerek, amelyek az Európai Unió érdekeit szolgálnák, de sajnálatos módon az Európai Uniós vezetők figyelmen kívül hagyják. Tehát itt nem arról van szó, hogy Magyarország meg akarná akasztani a döntési folyamatokat, hanem egész egyszerűen arról, hogy mást helyez a prioritási sorrendjébe. Magyarország a magyar nemzeti érdekeket, illetve az Európai Uniós érdekeket helyezi a legelső helyre, szemben a brüsszeli vezetőkkel, akik lassacskán azt mondhatjuk, hogy nem is Ukrajna támogatását tűzték ki célul, hanem azt, hogy rossz helyzetbe hozzák az Európai Uniót. És ugye pont a Politikónak a címlapján szinte egymás alatt szerepel ez a cikk, amely arról szól, hogy Magyarország megkaphatja az uniós forrásokat, és ott vannak a kritikák is olvashatóak, és kettővel alatt a gyakorlatilag ott van, hogy Oroszország ellen a szankciók nem működnek, és ugye Magyarország pont ezért is kapta ezt az orosz barát címkét, mert hogy a miniszterelnök kezdetektől fogva azt mondta, hogy Európa sokkal jobban fog szenvedni ezektől a szankcióktól, mint mondjuk Oroszország, és a cikk abban a cikkben, amennyit az ember is elolvas, akkor benne is van, hogy Oroszországban lett egy kis átmeneti zavar, de aztán szépen újra szervezték az ellátási láncokat, és ami még plusz poén ebben, hogy az orosz fegyverekbe, meg hadi harci járművekbe a legfontosabb alkatrészeket azt nyugati cégek gyártják. Hát ennyire működnek a szankciók. Hát pontosan itt megint az a fajta kettős mérce látszódik, vagy úgy is mondhatnánk, hogy bort isznak és vizet prédikálnak, mert arról beszélnek, hogy igenis hogyan vonuljanak ki Oroszországból a különféle cégek, az Európai Unió országainak különféle cégei, de ezzel szemben látható az, hogy még a retorikai szinten képviselik ezt az álláspontot, számos olyan nyugati vállalat vesz részt a fegyvergyártásban Oroszország oldalán, amely szintén nem a háború végét eredményezi. Ráadásul a szankciókra is kitérve még egy mondat erejéig, ott is azt látjuk, hogy ahelyett, hogy valóban meggyengítette volna Oroszországot, és a béke irányába terelték volna a folyamatokat, megemelte a világpiaci árakat, ezzel megemelte az Európai Uniós polgároknak a terheit is azzal kapcsolatban, amelyet viselniük kell az orosz-ukrán háború következtében. Halkó Petrának köszönjük szépen. Köszönöm szépen.